Sziasztok, a mai részben egy gyárlátogatást fogunk megejteni. Természetesen hol máshol, mint a SciTech Nutritionnel. Mindenki figyelmébe ajánlom ezt a videót, aki SciTech terméket fogyasztott, annak azért, aki pedig nem fogyaszt SciTech terméket, annak pedig azért, hogy nézze meg is, hogy miért fogyasszon. Nagyon sok érdekes információ fog elhangzani, mindenképpen nézzétek meg és tartsatok velünk. Gyertek és körbeutatok mindent, és megnézzük az összes gyártási folyamatot, titkot, mindent, úgyhogy jó szórakozást kívánok! Mit is fogunk most látni, mik a lépések, hol is vagyunk, egy kis rövid intrót azért nyomjunk, hogy pontosan mi is fog mai adásban, vagy időben történni. Hát röviden, most magában a SciTech üzembe kapunk egy kis betekintést. Most, mióta van az üzem egyébként? Ha jól emlékszem, 2013-14-ben alakult maga ez az üzem. Maga, ahol most vagyunk, ez a keverési szint, keverés és kimérési szint, ahonnan elindulunk, minden szinthez tartozik egy mosóhelység, szárítóval, és akkor utána majd betekintést látunk magára a kimérő, illetve a keverőgépekre is. Minden SciTech termék itt készül. Így itt van. Magyarországon így készítjük, van. Készítik. Jó, kezdjük is akkor, szerintem elnézzük, és akkor pontosan itt mi történik. Itt van a keverés, mosás, vagy ez a mosó? Itt van magának a gépeknek az alkatrészének a mosása, illetve az eszközöknek a mosása itt történik. Szétszedett állapotban a gépkezelő kollégák behozzák, és akkor utána először portolanítják, és utána elmossák megfelelő módon. Ezt egyébként minden gyártási folyamat után el kell végezni? Vagy egy bizonyos időközönként kell, vagy ez hogy van ez a tisztítás? Ütemezetten be van iktatva a tervbe. Tehát a tervezés adja a tervet, és amikor mosáshoz ér a kollega az adott gépen, ott utána megjelzi ezt a részlegvezető kollégának, és ő szétszedeti a gépet, és akkor utána elvégezik a tisztítását ennek a... Miért is szükséges a tisztítás, vagy miért fontos ez a folyamat? Egyrészt az allergének miatt szükséges, másrészt meg ugye, hogy megfelelő minőségben tudjunk termékeket gyártani, illetve hogy minden szennyeződés kórokozót ki tudjunk írtani a gép belsejéből. Akkor gyakorlatilag, hogy bármi baktérium szennyeződés a fejébe kerüljön, az ki van zárva és lehetetlenebb. Igen. Azért van ez a nagyon komoly ruha. Nem breakingbe forgatásra mentünk, hanem a gyárlátogatásba jöttünk. Oké, akkor ez az első, vagy nem az első fázis, csak a tisztítás zajlik. Most mondjuk a keverés, vagy jól mondtad? Igen. Kimérés és keverés az kimérés, egyrészt. Keverés. Akkor itt van a keverés, itt most jelenleg mit keverünk, Ádám? Jelenleg most egy BCA fog majd a gépbe menni. A kollega fölmozgatja a pódiumra az alapanyagot, és megfelelő betöltési sorrendben elkezdi a gépben magába betölteni az anyagot. Értem. Egy gépbe egy gyártásnál csak nyilván egy íz kerül bele, lemegy nem tudom mondjuk a dinnyés, utána lemegy mondjuk az epres. Igen, ezt is előzetesen a tervezés. A gyártási folyamat gyártási megvan. A tervezés adja az ütemtervet, a kollégák ezáltal kapják az instrukciókat. És akkor innen mondjuk, ha ez lemegy a gyártás, innen megy át a tisztítóba a... Igen, jó. Igen. Mindent tudunk. Mehetünk szerintem tovább. Mint a gyerek az izébe édességboltból, csár és a csoki gyár. Kicsit úgy érzem magam. Tehát akkor Ádám, hol is vagyunk most pontosan? Kincses raktárba. Szolas kisegített? Igen, nem. Egy kimérőhelyiségben vagyunk éppen. Itt igényződnek a gyártási rendelésekhez, magákhoz, a termékekhez a komponensek kimérése. Itt megtalálható minden alapanyag, ami ehhezekhez szükséges. Oké, akkor én kérdezek majd a baromságot, nyugodtan javíts ki. Itt ízesítetlen alapanyagok vannak, így van? Igen, mindenből. Naturkomponensek. És maga az ízesítési folyamat, az később így a folyamat? Maga az ízesítési folyamat az úgy adódik össze, hogy a kimérőhelyiségekből a kollégák a megfelelő gyártási rendelés alapján kiszedik a tételeket, összerakják, ellenőrzés után a keverőgépben történik magának az egész keverénknek a beízesítése. És akkor ott a gépben történik maga az összekeverés az alapanyagból, és magából úgymond az ízesített formulából, és akkor lesz a késztermék belőle. Mindent tudunk. Itt az alapanyag, innen indul srácok át a keverőbe, keverőbe bekerül, majd az ízesítés hozzá, és onnan majd átkerül később a tartályszintre. Jó. Szerintem itt végeztünk is. Oké, akkor Ádám a keverőből, fent az első szintről, megérkeztünk az alsó szintre, onnan érkezik a termék liften keresztül, nem tudom, itt tartályokba így át. Nem liften keresztül? Nem liften keresztül. Hanem magába a keverőgépekből a gravitáció segítségével a tartályba történő betöltése, miután készített a megkeveredett a keverék, ezután a jelzést megkapja a lendolgozó kollégától, fönn a keverő kollega, és utána beleengedi
az üres tartályba. Onnan kerül át a tartály, innen áttolják ide, és innen megy le alul a csomagolóba. Igen. És milyen folyamat zajlik még itt ebbe a szobában, mint található itt mellettünk? Ezután van egy súlyellenőrzés, ami a gyártásnak a súlyát ellenőrzik. Hogyha minden rendben van, akkor jön egy érzékszervi bírálat, amit itt mellettünk található helységben. Érzékszervi bírálat, illat, íz, állag, vagy mit értünk ez így? Leveszi a kollega belőle a mintát, bekeveri, először megízleli, utána vesz belőle egy illatmintát, és akkor magában megvárja az egésznek, utána megnézi, tehát egy szemrevételezés is van, hogy minden megfelel, tehát a szín, illat, illetve az ízét is megvizsgálják. Ez is benézünk. Egy nagyon fontos kérdésem lenne, most nem a károgot és a kételkedőket szeretném magunk mellé állítani, vagy meggyőzni, hanem esetlegesen, aki a termékeinket vásárolja, vagy már régóta vásárolja, hogy ők is lássák és tudják, hogy most egy fogkérdezem, ami általában jön, hogy a fehérjében nincs benne annyi, és fel van ütve glicinnel, mivel szokták taurinnal ütni, hogy lehetséges-e itt a gyártási folyamatnál, hogy a VPP-be 23 g a gyalogban, vagy mennyi van, hogy 23 g fehérje helyett nincsen benne, csak 12,5 g, vagy egy adag fehérjében ki van spórolva fehérje, és nincs benne annyi. Lehetséges-e, létezik-e ilyen? Tehát kérlek, erősítsd meg, vagy cáfold meg, hogy... Abszolút teljes mértékben nem lehetséges ez. Mondjuk-e, hogy miért is, vagy milyen szigorú ez, hogy milyen folyamatok kellnek ahhoz, mire a kész termék igazából innen a gyárból a polcokra és az emberek sékereibe kerül, hogy kik és mik ellenőrzik és hogyan. Hát ugye elsősorban van az ízérzékszervi teszt, ugye ez az első. Ez egy belső ellenőrzés. Ezután kimegy külső vizsgálatokra, amit Szadán, illetve külső laborokban, tehát teljesen független cégek végeznek nekünk. Külsős laborral tértünk, tehát nem a Szájtek által fizetett és nem a mi laboraink, hanem egy teljesen független labor. Igen. És akkor ezután ugye még maga az egész szabályozási rendszer, ami a cég egészében keresztül megy, amiknek meg kell felelni, hogy mi termékeket tudjunk gyártani a piacra. És Ádám, mi garantálja azt, hogy az ellenőrzések ténylegesen el vannak végezve, és nem csak papíron történnek, csak aláírással és akkor kész, hanem ezek hogyan is zajlanak és hogyan is vannak ezek pontosan, hogy biztos ellenőrzve vannak ezek? Egész évben a cégünk folyamatosan külsős hatóságok vizsgálata alá van véve. Bármikor lehet. Bármikor lehet. Akármikor, akár bejelentetlenül is, évközben, bármikor. Úgy gondolom, fiúk, lányok, srácok, itt nincs miről beszélni, aki esetlegesen kételkedik abban, hogy nincs benne annyi, vagy nem az van benne, ezeket meg is cáfoltuk. Egyszerűen a magyar jogszabályok lehetetlenné teszik azt, hogy ne az legyen benne, és ne annyi legyen benne. Ide évközben is bármikor ez az auditív vizsgálat, ugye bármikor lehet, ezt úgy képzeljetek el ilyen gyáraknál, mint mondjuk egy cégnél a napvizsgálat, ez kopogjon, és akkor mondja, hogy gyerekek, itt most leáll a gyártás, most megnézzük mindent, és ha esetlegesen itt valami nem klappó, vagy nem frankó, itt azért nagyon-nagyon komoly büntetések vannak, hát itt több 100 milliós büntetésről beszélünk, és szerintem ezt a cég abszolút nem kockáztatja, hogy a minőséget esetlegesen lentebb, vagy a több profitért. Úgyhogy nincs miről beszélni, gyerekek, ezt meg is cáfoltuk. Be tudunk esetleg ide nézni? És meg is érkeztünk a kóstoló, ízlelő, laborba. Érzékszervi laborba. Itt akkor itt folyik a faszom késztermékek kóstolása. Peti? Petinek van a legkirályabb munkája, egész nap fehérjéket és BC-eket és minden terméket kóstol. Meg tudunk valamit kóstolni? Ingyen van, ígyuk. Milyen ízt fogunk, Peti, megkóstolni? Gramra pontosan. Tehát akkor itt a kész termék, most pontosan egy kávés. Jeges kávés. Jeges kávés, még ezt nem kóstoltam. 7 év után megváltás, új ízeket kipróbálni, úgyhogy egészség. Egészség. Baszkett, mint a rendes kávé. Mindig meglepődök, hogy milyen jók, milyen finom. És koffein tartalmas, így van? A kávé miatt igen. Ádám, egy privát kérdésem lehet? Nyugodtan. Hány centis a pöcsöt? Nem ezt akartam kérdezni. Fogyasztasz Szájtek termékeket? Igen. Így van, ezt kell mondani. Egészség. Tehát akkor az itt dolgozó úriember Peti, gyakorlatilag úgy működik itt, mint egy bor szomelé, vagy egy fehérje szomelé. Egy nap 40-50 adagot kóst, 40-50 mintát kóstol meg. Természetesen nem iszza meg az összes adagot. Azt mondta, állítólag, de lehet magista. Íz, állag, ugyebár mindent itt nézel meg, és mi történik esetlegesen akkor, ha azt mondod, hogy hú, ez a VPP citromos sajtorta, ez mondjuk csoki ízű. Na akkor mi történik, vagy mi a probléma? Akkor megkezdődik a kivizsgálás, hogy milyen ez az oka.
Így van, így van. És akkor újból kell gyártani, az a széria gondolom az, akkor az... Ez a legrosszabb esetőség, igen. Igen, tehát a legrosszabb esetőség, akkor ez az a széria gyakorlatilag kuka. Röviden ennyi. Mehetünk is szerintem tovább. Tehát előzetesen a tartásszintről magába ide a csomagoló részlegre érkezik a alapanyag, fölrakják a flakonokat, lecímkézi maga a gép, és akkor ezután belekerül a kész keverék, megkapja a zárógyűrűt, és végül csomagolják, és egy robotkar elpakolja. Az nagyon menő, azt majd megnézzük. Szerintem azt elmondhatjuk, hogy egy gyártás alatt 4-5 ezer doboz VPP készül naponta. Igen. Azért az nem kevés. Pontosan hol is vagyunk most? Most jelenleg a kapszulázó részlegen vagyunk. Minden kapszulás terméket így gyártanak? Igen. Asfaganda, C-vitamin, minden. Kreatinok, arginek. Érdekes maga a gép. Ádám, pontos számot tudunk arra esetleg, hogy mennyi kapszula készült naponta egy műszak alatt? Egy műszak alatt 500 ezer, egy nap alatt 1 millió. Egy kibaszott millió darab. Az nagyon sok doboz. Itt is megvan az, hogy egy műszakban mondjuk most csinálunk asfagandát, vagy gyártási folyamat van magad? Vagy ugyanúgy tervezés által tervezett tervek vannak. Jó. Mögöttem található a robot, ő pakolja el magát a késztermékeket, illetve azon kívül, hogy elpakolja magába könyveli is a gyártásokat, rakatolja és pakolásza. Itt most jelenleg a raktárban vagyunk, itt mik is találhatók? Ádám, kérlek. A raktárban címkék, flakonok, alapanyagok, illetve késztermékek. Tehát innen haladunk most ezek a flakonok. Címkék. Flakonok, címkék, alapanyag, és akkor legvégén hátra, meg a késztermékek. Ez, mint látjátok, az elég nagy monumentális és borzasztóan nagy. Rengeteg alapanyag van, rengeteg késztermék van, rengeteg címke van. Van olyan, hogy valamiből elfogy valami? Elő szokott fordulni. Előfordul. Először is köszönöm szépen, hogy végigvezettél. Nagyon szívesen. Láthattok a gyártási folyamatnak minden részletét, csínyát, bínyát. Reméljük, hogy aki nem szálltekes terméket fogyasztott, azt meg tudtuk győzni, aki pedig szálltekes terméket fogyasztottuk, neki pedig be tudtuk mutatni, hogy milyen minőséget is viszünk nekik az asztalra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ha esetleg még nem tettétek volna meg, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Szálltek termékek vásárlásánál pedig Bakeris 10, ami érvényes a webshopon és a fizikális boltokban, üzletekben is, ha bemondjátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, mindenkinek jó edzést kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!